nekünk edzőknek nagyon nehéz dolgunk van, mert ugye egy szakember kompenzálja a mozgáshiányt, kompenzálja azt, hogy a gyerekek nem játszanak már a szabadban, kompenzálja azt, hogy a számítógép előtt ül, esetleg, hogy a szülő nem tudja vinni, tehát rengeteg téren próbáljuk ezt kijavítani, vagy fejleszteni, és ez nekünk nagyon nagy segítség lenne, hogyha a kisgyerekek úgy jönnek oda az edzést, hogy igazából csak meg kellene nekik tartani úgy az edzés, ugye felépítve az elején a bemelegítés, gyorsasági, koordinációs résszel utána az edzés, tehát ne azzal kelljen foglalkozni, hogy mi miatt nem tud oda lépni egy labdára, ugye itt majd a lábmunkáról is szó lesz, ami egy abszolút alap az asztali teniszbe, és nagyon komoly hibákat lát az ember, nem csak Magyarországon, Németországban is ugyanez a probléma. Elhallgatott, nem megy, jó. Ezt valahogy az ázsiaiak nálunk jobban csinálják, de én is azt gondolom, amit a Józsi is mondta, hogy olyan nagy a merítés, hogy belefér mondjuk az 1 millióból, hogy 890 ezeret kidobsz. Tehát ezt mi nem tudjuk megcsinálni, hogy 10 gyerekből 9-et elküldesz. Én egy pár gyakorlatot mutatnék nektek, hogyha én a Józsitól megkaptam például az ügyes gyerekeket, ez a 4 lurkót itt, hogy én milyen feladatokat csináltatok velük esetleg edzés előtt, edzés végén, egy kis stabilizáció. Ugye ami nagyon fontos, hogy az asztali tenisz mozgás az egy lánc, tehát elindul a lábtól egészen a válig, a karig, a csuklóig, és vannak olyan részek, amik sokszor kimaradnak a fejlesztésből. Ugye, hogyha visszagondolunk mi mondjuk a Gabi vagy a Györgyike, hogy mi például ezt a törzset nagyon keveset erősítettük annó. Mi állandóan futottunk 800, 400, nem is tudom, egész nyaramat végig futottam, akkor az volt ugye, hogy loholtunk, meg felüléseket csináltunk, meg súlyzoztunk. De ezt a törzs részt, ez most jött be egy pár éve, és tényleg iszonyú fontos része van a bármilyen elemnek a végrehajtásában a törzsizmoknak. Úgyhogy én, hogy ne legyen nagyon száraz, itt most annyival kiegészíteném, hogy egy pár gyakorlatot mutatnék nektek, amit lehet, hogy ismerte, azért, hogy el is lehet vinni nyugodtan, kipróbálhatjátok otthon, mert igazából az asztalnál hiába mondom a gyereknek, hogy miért nem tudja csinálni, nagyon sokszor mélyebb gondok vannak. Tehát nincs meg az izomerő például a feladatok végrehajtásához, és ilyenkorban még a saját testet lehet használni feladatoknak. A koordinációs létrát azt én is nagyon szeretem, mert mindenféle feladatot lehet vele csinálni, az erősítéstől a koordinációs részig, az ügyességig, tehát bármit. Egy ilyen nagyon alap feladattal kezdeném, tegyétek légy szíves úgy le, hogy mindenkinek jusson. Roni, tudsz még nekem ilyet adni, hogy 2, jó? Vagy csináljuk úgy, hogy felváltva. Ide leteszem, csak tedd le úgy, hogy itt állj, körülbelül egy lábon állok. Jó? Tehát ez egy sima feladat, olyan feladat, hogy szoktam, hogy próbálják meg 60 másodpercig így kitartani egy lábon. Nagyon. Matyi, megpróbálod? Egy lábon állsz, számoljuk. Így egy kicsit előre nyújtva a másik lábadat. Úgyhogy ne tedd le. Tehát ez egy ilyen abszolút alapfeladat, és nem olyan egyszerű. Még egy kellene, mint. Tehát ebből, szuper. Nem tudom, hogy látni a kamerába, vagy máshová tegyem, hogy lehessen látni. Hárman tudjátok csinálni. Az lenne a feladat, hogy egy lábon állva lemész, feljössz, lemész és átteszed a másik oldalra a lasztit. Jó? Próbáld meg. Peti itt, Matyi itt középen, és mondjuk a Simi ott, és a Lizi figyeli, hogy jól csinálják-e a srácok. Igen. Na itt látni például a Petinél valaki, hogy mit lehetne jobban csinálni? Nem ment le. Tehát teljesen semmi gond nincs, mert így ugye nagyon egyszerű. Tehát, hogy a felső test egyenes legyen, és feljövök. És ez a combizomból dolgozol. Jó? Felső test egyenes, feljössz, és megpróbálod áttenni a másik oldalra. Most nagyon jó volt.
Szuper, most próbáljuk meg másik lábbal is. Ez az, lemész, és visszajössz. Tehát azért még látni, ügyesek a gyerekek, nagyon ügyesek, de hogy itt még azért van javítani való, és hogy még lehet ezen dolgozni. A Peti nagyon stabil. Hogyha teljesen fölösleges összehasonlítgatni, de ő azért egy fokkal már tovább van, mint mondjuk a Matyi vagy a Simi. De ezzel semmi gond nincs, mert ugye azért csináljuk ezeket a feladatokat, hogy ügyesedjenek. Lizi, megpróbálod? Gyere, cserélj helyet a Petivel. Aha. Szép. Ez például a törzsizom erősítésére is van egy ilyen jó gyakorlat. Matyi, össze ne törd magad. Oké, meg. Még kettő kell, hozz nekem légy szíves kettőt. Ide. Itt ezt a kettőt, ez tökéletes. Reméljük, hogy a padlót feltakarították. Jó, megmutatom a gyakorlatot, addig fog meg létszíves. Igazából ez is törzsre van. Lefekszel, beállított, hogy körülbelül milyen távolságra van, mert ugye mindenkinek más a készhosszúsága. Labda nélkül, hogy mindig érints meg a két gólya közt a földet, mondjuk Matyi. Feküdj rá, beállítom neked, tetszik a kerület. Mindig fölötte menjél a mind a kettővel. Aha, ott kezdődik. Oké, mehet. És följössz hátizomból. Az nem baj, az jó. Hagyj békén. Szuper, Matyi, köszi szépen. Gyere, Simi. Siminek is beállítjuk. Mehet kicsit közelebb, bár egy picit. Aha, így jó. Még egyszer, hogy egy ritmusba gyere föl. Tehát itt azért a Siminél látni azt, hogy kicsit hiányzik a ritmus, kicsit hiányzik azt, de ezek mind fejleszthető dolgok, ugye nem is olyan egyszerű. A bal felénél azért még látszik, hogy ez a része, ez még erősítése szorul, ami azért jó, mert itt látjuk, és ezt célirányosan lehet edzeni. Köszi, Simi, gyere! Még egy nagyon kedvenc feladatom a létránál. Ezt például a Simi meg a Peti is ismeri, mert voltak nálam Gödöllőn a táborban, és ezt sokat csináltuk. Ezt csináltjátok egymás után. Kezdjük mondjuk itt. Az alapfeladat, ez egy bal-jobb, és kijövök. Jó, az elején nem kell gyorsan, nem az a lényeg, hogy gyorsan megy. Két kör mehet így, lassan, bal, jobb. Matyi, neked a jobb lábad megy be először. És egy kis távolságot hagyjatok, tehát ilyen apróságokra is kell figyelni, ugye egymás nyakán vannak a gyereke, egyik befékezi, és nem tudja olyan tempóba csinálni a mögötte jövő. Peti, várj egy picit, mert nagyon rámész a Matyira. Oké, megvolt kétszer, ez a Simi. Nagyon jó. Most behozunk egy olyan elemet, hogy a sárga bójánál kell egyet tapsolni. Ugyanez az alapfeladat. És a sárga bójánál tapsolnak egyet.
Ez az. Peti, várj egy picit, légy szíves. Ebből is kettőt léci. Ez az. Bal, jobb, bal, jobb. Ami nagyon fontos a létránál, hogy ugye a végéig csináljuk rendesen. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy az ott az elején a 0-0, és ez itt a 9-9. Hogy hiába figyeltem az elején, és hibátlan volt, azért a figyelem egy kicsit alább hagy, és itt már nagyon sokszor, és ez még egy rövid létra, van hosszabb létre is, hogy itt beindulnak a gyerekek, hogy gyorsan csinálják, de itt a végén már azért hibázgatnak. Oké, most beveszünk egy olyat, hogy a pirosnál a saját nevüket kell mondani. Tehát te mondhatod azt is, hogy Peti, de hát Matyinak hívnak, legyen Matyi. Ánja. Fogjuk rá, hogy ez piros. Oké, mehet. Jó, a sárgánál továbbra is tapsolunk, és a pirosnál a saját nevét mondja. Jó, hangosan, hogy hallják. Peti, megint a Matyi nyakán vagy. Mondtad, hogy Simi? Jó van. Ugye is, hogyha itt gondban lennének az alapfeladattal, akkor arra figyelni, hogy tapsoljanak is, a nevüket is mondják. Csináljunk még egyet, úgyhogy egyedül mész végig, hogy halljuk, hogy jó hangosan mondott, hogy Matyi. Ó, itt volt egy pici hiba. És az már 9-9 lehet, hogy azt jelenti, hogy elvesztem a szettet. Nem baj. Semmi baj, de hogy tényleg most már három dologra kell figyelni. Ez a kéz, láb, koordináció, szem. Valakinek van kedve megpróbálni? Györgyi? Nem? Jó. Jó, gyere. Először a simán csak egyszer az alapot, jó az egy-kettőt. Bal, jobb, csak szólok. Másikkal. Igen. Igen, mert valószínű a Rita erős, tehát a jobb lába valószínű erősebb. Tehát automatikusan, amit végül is a Józsi is említett, dominancia, meg minden, és ahogy belelépsz ebbe a, ez még az ala, hogy ha ebbe idézőjelbe belepiszkítasz, nagyon össze tudod zavarni a gyerekeket, ami a cél is, mert ugye a meccsen ez a nagy nehézsége az asztali tenisznek, hogy hiába edzel egy fonák közép, fonák tenyeres napestig, jön egy ilyen zavaró tényező, hogy most a bal lábbal kell kezdeni, és kész, és vége. Oké, taps, egyelőre csak a taps, jó? Fiad alig várja, hogy hibáz. Szuper. Jó, most mehet azt, hogy a nevedet mondod. Igen, és akkor jön a lelátóról, hogy stresszeled a másikat. Szép volt. Jó, csináljunk egy olyat, hogy a kéknél. Most például átteszem a sárgát, mert ugye azt is szokták a gyerekek, hogy így, oké, sima, taps, nevem, jó. És hogyha ezt átteszed, akkor már rögtön borul a rendszer, hogy a kéknél meg kell érinteni a bóját. Jó. Aha, tehát itt mit kell csinálni? Ez az. És itt? Igen, és itt? Jó, mehet. Szép volt, ügyes vagy. Oh. Ügyes vagy, jó volt.
ügyes voltál. Tehát, hogy könnyűnek tűnik, de van egy ritmusa a feladatnak, és bele tud ám bonyolódni az ember. Oké, most csináljuk azt, utoljára aztán csinálunk egy kávészünetet, na mindenki, tehát azért hosszú volt, hogy a kéknél kell tapsolni, a sárgánál azt mondani, hogy hajrá, és a pirosnál marad a neved. Jó, sárga hajrá, ott semmi, taps, neved, hajrá, mehet. Tehát itt most már a teljes káoszt elérjük, ami természetesen nem a cél, hanem az a cél, hogy alkalmazkodjanak. Gyerünk, Simi! Te aranyos, hogy mindent megtapsoltál! Jó, 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 jó volt. És ugye, mit vettetek észre a gyerekeknél most? Igen? Tessék? Igen. Hogy vagy begyorsulnak, vagy nagyon lelassulnak, vagy egyszerűen úristen valahogy legyek túl rajta. Tehát, hogy ilyenkor, mint a meccsen is, megnyugtatod, nyugi, menj vissza az alapokhoz, kezd lassan. Most megpróbáljuk úgy, hogy szépen lassan, jó? És egyszer hibátlanul menjen végig mindenki. Jó, hajrá, taps, Matyi, hajrá, taps, Matyi. Végül is ritmikus. Szuper, jó volt! Fogjuk rá, hogy hajrának hívna. Lassan. Ügyes voltál, ez az. Mehet. Ez az. Szép volt. De ügyes, szuper. Oké. Okay.